A Mundo Deportivo értesülései szerint Lionel Messi kapja az idei aranylabdát. João Félixet választották a 2019-es év legjobb 21 éven aluli játékosának. Botrány Svédországban felgyújtották Zlatan Ibrahimovic szobrát a Malmö drukkerek. Paul Pogba kamusérüléssel igazolna a Real Madridhoz. Íme a Bajnokok Ligája 5. fordulójának eredményei és legfontosabb történései. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb foci híreit. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. Bár a remekül játszó Real Madrid 10 perccel a vége előtt Karim Benzema duplájával 2-0-ra vezetett a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája A csoportjának keddesti rangadóján, de a francia csapat Kylian Mbappé és Pablo Sarabia találatával a hajrában egyenlíteni tudott, így a párizsi alakulat bebiztosította a csoport elsőségét. Habár a győzelmet elszalasztották a királyiak, ugyanakkor a Galatasaray FC Bruges mérkőzés 1-1-es döntetlenjével eldőlt, hogy a Real Madrid szintén tovább jut a csoportból, hiszen a blankók előnye egy fordulóval a vége előtt 5 pontosra nőtt a belgákkal szemben. A B csoportban a Bayern München Robert Lewandowski vezérletével valósággal átgázolta Cröven az Zvezdán. A 6-0-ás vendéggyőzelemmel véget érő meccsen a lengyel támadó mester 4-est ért el, és ehhez mindössze 14 percre és 31 másodpercre volt szüksége, ami rekordnak számít a Bajnokok Ligájában. Lewandowski egyébként összességében a 46. BL gólját szerezte a Bayern München színeiben, ami klubrekord. A csoport másik meccsén a Tottenham 4-2-re legyőzte az Olympiakost, úgyhogy a görög csapat 45 percnyi játék után 2-0-ra vezetett. Érdekesség, hogy ez az első alkalom, hogy José Mourinho bármely csapat a 2 gólos hátrányból meg tud nyerni egy BL találkozót. A londoniak egyik legjobbja egyébként Harry Kane volt, aki 2 góllal vette ki a részét a fordításból. Az angol válogatott csapatkapitánya ezzel már 20 gólnál jár a Bajnokok Ligájában, és ehhez mindössze 24 meccsre volt szüksége. Ilyen gyorsan egyetlen játékos sem érte el a 20 gólos álomhatárt a sorozatban. A Bayern München sikerével eldőlt, hogy a Bajor együttes végez a csoport élén, mint ahogy az is biztossá vált, hogy a második helyet a Tottenham Hotspur szerzi meg. A Manchester City kisebb meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Shakhtar Donetskkel, de miután a kvartett másik meccsén az Atalanta 2-0-es sikert aratott a Dinamo Zagreb ellen, az angol csapat így is biztossá tette első helyét és továbbjutását a C csoportban. Az Atalanta egyébként sporttörténeti tettet hajtott végre, hiszen a 10. olasz csapat lett a Bajnokok Ligája történetében, amely mérkőzést tudott nyerni a főtáblán. És nem mellesleg, ez volt az Atalanta történetének első győzelme a BL-ben. A csoport első helyét tehát a Manchester City szerezte meg, a második hely azonban még korán sem dőlt el, ezt akár még az utolsó helyezett Atalanta is elérheti. A D csoport rangadóján a Juventus Paulo Dybala káprázatos szabadrúgás góljával 1-0-ra megverte az Atletico Madridot, ezzel a győzelemmel pedig bebiztosította magának a csoport elsőséget is. Érdekesség, hogy az Atletico eddig 3-szor lépett pályára a Juventus otthonában a BL-ben, ám ezeken a találkozókon egyetlen gólt sem tudtak szerezni. Ráadásul miután a csoport másik meccsén a Bayer Leverkusen 2-0-ra legyőzte idegenben a Lokomotív Moszkvát, a németek 1 pontra megközelítették a madridiakat, így a második hely sorsáról az utolsó forduló fog dönteni. Ezt a spanyolok várhatják kedvezőbb helyzetből, hiszen ők a Lokomotív Moszkvát fogadják, a németek pedig a Juventusszal mérkőznek meg. Némi meglepetésre a címvédő Liverpool csak 1-1-es döntetlenre volt képes az elmúlt hetekben pocsékformát mutató Napoli ellen. A vezetést Dries Mertens góljával a vendégek szerezték meg, és az előnyük egészen a 65. percig tartott. Ekkor Dejan Lovren fejelt egy szögletet követően a kapuba. Sok érdemleges dolog ezután már nem történt a meccsen, így a pontosztozkodás igazságosnak mondható. A csoport másik mérkőzésén a Szoboszlai Dominikot 80 percen át soraiban tudó Salzburg 4-1-re legyőzte idegenben a Genk együttesét. A magyar középpályás nagyban hozzájárult a vendégek győzelméhez, hiszen az első góljuk előtt az ő távoli lövését követően ejtette a hazaiak kapusa a labdát az érkező Patson Daka elé. Az osztrákok részéről egyébként Erling Haaland ezúttal is betalált, ezzel a 19 éves norvég az első tinédzserkorú játékos lett a BL történetében, aki zsinórban 5 meccsen is gólt tudott szerezni. A csoportot egy fordulóval a vége előtt a 10 pontos Liverpool vezeti, amely 1 ponttal előzi meg a második Napolit, míg a harmadik helyet a 7 pontos Salzburg foglalja el.
Az F csoport rangadóján a Barcelona Lionel Messi vezérletével 3-1-re legyőzte hazai pályán a Borussia Dortmundot, bebiztosítva ezzel mind a továbbjutást, mind a csoport elsőséget. Az argentin támadó, aki 700. tétmeccsét játszotta a Barszában, mind a három hazai találatban tevékenyen részt vállalt, hiszen Suárezt és Griezmannt is ő segítette gólhoz, egyet pedig ő maga szerzett. Nem mellesleg a Dortmund lett a 34. különböző csapat, amelynek Messi beköszönt a Bajnokok Ligájában, ami rekordot jelent. A csoport másik meccsén az Inter Lautaro Martinez 2, illetve Romero Lukaku 1 góljával 3-1-re legyőzte idegenben a Slavia Praha csapatát, ezzel Antonio Conte együttese életben tartotta továbbjutási reményeit. Lautaro Martinez egyébként sorozatban a 4. BL meccsén volt eredményes, erre rajta kívül csak Samuel Eto'o, Christian Vieri és Hernán Crespo volt képes az Interben. A 11 pontos Barcelona már biztos továbbjutó, míg a második helyen az egyaránt 7-7 pontos Inter Dortmund 2-s osztozik, vagyis a másik továbbjutó kiléte az utolsó fordulóban dől el. Ekkor Dortmund Slavia Praha és Internazionale Barcelona mérkőzést rendeznek. Hiába vezetett a Benfica a 90. percig 2-0-ra az RB Leipzig vendégeként a G csoport 5. fordulójában, a hazaiak a ráadás perceiben döntetlenre mentették a találkozót, ezzel pedig eldőlt, hogy a német csapat biztosan ott lesz a nyolcaddöntőben. A csoport másik meccsén a Zenit 2-0-ra legyőzte a Lyont, ezzel pontszámban beérte a franciákat, vagyis a másik továbbjutó kilétére csak az utolsó fordulót követően fog fény derülni. A H csoport rangadóján a Valencia egy egészen kiváló mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott a Chelsea-vel. A vezetést Carlos Soler révén a hazaiak szerezték meg, ám a Chelsea Mateo Kovacic és Christian Pulisic góljával az 50. percre megfordította az eredményt. Kisvártatva azonban egyenlíthetett volna a spanyol csapat, de Dani Parejo büntetőjét Kepa kapus hatalmas bravúrra védeni tudta. Ám ez sem szegte a hazaiak kedvét, akik tovább rohamoztak, és végül Daniel Vaz szerencsés góljával a 82. percben összejött nekik az egyenlítés. Miután a hátralévő időben mindkét csapat kihagyott egy-egy zicsert, maradt a 2-2-es igazságosnak mondható döntetlen. Ezzel az eredménnyel az Ajax lett a forduló győztese, amely 2-0-ra verte idegenben a Lille-t, így ennek a 3 pontnak köszönhetően már 10 pontos, és az első helyről várhatja a csoportkör utolsó fordulóját, amelyben a Valenciát fogadja. João Félix, az Atletico Madrid portugál támadója kapta meg idén a legjobb 21 éven aluli Európában futballozó játékosnak járó Golden Boy díjat. A 20 éves játékos, aki idén nyáron 126 millió euróért szerződött a Benficától a madridi klubhoz, hatalmas fölénnyel nyerte meg az olasz Tuttosport című újság által létrehozott elismerést, hiszen a portugál 332 ponttal végzett az élen, míg a második, a Borussia Dortmundot erősítő Jadon Sancho csupán 175 szavazatot kapott. A képzeletbeli dobogó legalsó fokára a Bayer Leverkusen ígérete, a 75 szavazatot kapó Kai Havertz fért még oda, aki egy ponttal előzi meg Szoboszlai Dominik szenzációs formában szereplő norvég csapattársát, a Red Bull Salzburgot erősítő Erling Braut Haalandot. Érdekesség, hogy a tavalyi győztes a nyáron az Ajaxtól a Juventushoz igazoló Matthijs de Ligt ezúttal csak az 5. helyen ért célba. João Félix elsősorban a Benficában nyújtott teljesítménye miatt érdemelte ki a díjat, hiszen az előző idényben a portugál együttes színeiben első felnőtt szezonjában 43 tétmeccsen 20 gólig és 11 gólpasszig jutott. Így nagy szerepe volt abban, hogy a lisszaboni alakulat tavaly bajnoki címet nyert, az Európa Ligában pedig a negyeddöntőig menetelt. Ez a teljesítmény pedig elég volt ahhoz, hogy az Atletico Madrid klubrekordot jelentő összeget 126 millió eurót se sajnáljon kifizetni érte, amivel világviszonylatban a 4. legdrágább játékosnak számít. Ugyanakkor a támadónak egyelőre nem igazán megy a játék Madridban. 13 meccsen eddig mindössze 3 gólja és 1 gólpassza van, ezért is számít talán meglepetésnek, hogy a Golden Boy díj szavazáson majdnem dupla annyi pontot kapott, mint a második Jadon Sancho. Paul Pogba, a Manchester United francia középpályása legutóbb szeptember 30-án egy Arsenal elleni bajnokin lépett pályára a vörös ördögöknél, azóta viszont egyetlen mérkőzésen sem volt bevethető. Pogba a hivatalos indoklás szerint bokasérüléssel küzd, és ezt Ole Gunnar Solskjær menedzser is többször megerősítette. Azt azonban egyszer sem tudta pontosan megmondani, hogy a középpályás mikor állhat újra a rendelkezésére.
Ugyanakkor a Cadena Cope spanyol rádió úgy tudja, hogy Pogba nem sérült, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a játékos sztrájkba kezdett, és nem hajlandó pályára lépni a Manchester Unitedben, mivel így akarja kiharcolni, hogy januárban eladják a Real Madridnak. A spanyolok értesülései támasztják alá azok a videók is, amelyeket a játékos a közösségi oldalain tett közzé. Ezekben ugyanis Pogba kosárlabdázik és aktívan edz, a mozdulataim pedig úgy látszik, hogy nyoma sincs semmilyen sérülésnek. Minden esetre a rádiócsatorna szerint a United vezetősége már beletörődött abba, hogy Pogba elhagyja a csapatot, ezért sem erőltetik, hogy pályára lépjen az együttesben. A középpályás egyébként szíve szerint már a nyáron búcsút intett volna a manchesteriektől, hiszen nyíltan kijelentette, hogy új kihívásokra vágyik és távozni szeretne. Állítólag a Real Madrid és a Juventus is vitte volna, ám mindkét klub sokalta az angolok által megszabott közel 170 millió eurós vételárat, így Pogba klubváltása végül nem valósult meg. Egyéb iránt a legfrissebb hírek szerint most már a Unitednél sem gördítenének akadályt a távozása elé, és januárban akár már 150 millió euróért is hajlandóak lennének megválni tőle, ebből a pénzből ugyanis alaposan megerősíthetnék a keretüket. Zlatan Ibrahimovic kedreggel az Instagram oldalán osztott meg egy sokat sejtető videót, amin az ő neve tűnt fel a Hammarby csapatának a mezén. Ekkor sokan azt gondolták, a jelenleg szabadon igazolható 38 éves támadó a stockholmi csapatnál folytatja a pályafutását, ám mint később kiderült, nem erről van szó. A svéd Aftonbladet című újság érdeklődésére ugyanis Ibrahimovic elárulta, hogy nem lesz a Hammarby játékosa, ugyanakkor nagyjából 25%-os tulajdonrészt vásárol a klubban. A Hammarby egy fantasztikus klub, szenvedélyes szurkolókkal, ami Stockholmban és Svédország szerte nagy tisztelet övez, nyilatkozta Ibrahimovic az üzlet nyílbeütése kapcsán, hozzátéve, hogy mindent elkövet azért, hogy a klubot Skandinávia legjobb csapatává tegye. A hír egyébként hatalmas meglepetést váltott ki Svédországon belül, már csak azért is, mert Ibrahimovic a Hammarby egyik nagy riválisánál, a Malmönél nevelkedett, amelynek drukkerei körében hatalmas népszerűségnek örvend, vagy legalábbis örvendett. Mert hogy egy nappal azután, hogy a támadó tulajdonrészt szerzett a riválisnál, a Malmö szurkolói megrongálták Ibrahimovic szobrát, amelyet még október elején lepleztek le szülővárosában. A rendőrségi jelentés szerint ismeretlen tettesek előbb WC ülőkét tettek a szobor karjára, illetve egy fekete zsákot húztak az Ibrát ábrázoló mű fejére, majd ezt követően benzínnel öntötték le és meggyújtották a 3,5 méteres szobrot, az előtte lévő járdára pedig rasszista üzenetet írtak a rongálók. Mindemellett a Malmö drukkerei Ibrahimovic svédországi otthonához is ellátogattak és az ajtajára savat öntöttek, majd azt írták rá, hogy áruló. A katalán Mundo Deportivo című sportnapilap információi szerint eldőlt, hogy a France Football 2019-es év aranylabdáját az FC Barcelona argentin támadója Lionel Messi fogja megkapni. A lap azzal támasztja alá értesülését, hogy a díj nyerteséről rendszeresen készül egy kis film, amit a győztes kihirdetésekor tesznek közzé. Egy francia forgatócsoport pedig hétfőn a katalán fővárosba utazott azért, hogy interjút készítsen Messivel. A Mundo Deportivo szerint ez a France Football forgatócsoportja volt, és velük tartott a magazin főszerkesztője Pascal Ferré is, aki személyesen tájékoztatta az argentin klasszist, hogy a november 9-én lezárult szavazást már kiértékelték, és ez alapján biztosra vehető, hogy ő kapja meg az idei aranylabdát. Minden esetre, ha igazak a Mundo Deportivo értesülései, akkor a 32 esztendős csillag 6. alkalommal hódítja el az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeáját, ezzel pedig megelőzi az összesített rangsorban örök riválisát, az 5-szörös aranylabdás Cristiano Ronaldo-t. A lap mindemellett azt is tudni véli, hogy Messi a Liverpool holland védőjét Virgil van Dijk-ot előzi majd meg, míg Ronaldo ezúttal csak a 3. helyen fut be. A bookmakereknél egyébként sokáig van Dijk volt a favorit, ami nem is csoda, hiszen vezérletével csapata tavaly bajnokok ligáját nyert. Az angol bajnokságon pedig klubrekordot jelentő 97 pontot szereztek, igaz, ez is csak a 2. helyhez volt elegendő a Manchester City mögött. Ezzel szemben Messi idén nem nyert semmilyen nemzetközi tornát a csapataival, ugyanakkor egyénileg egészen kimagasló szezon tudhat maga mögött. Az előző idényben a spanyol bajnokságban 36, a bajnokok ligájában pedig 12 góllal segítette a Barcelonát, és amellett, hogy mindkét sorozat gólkirályi címét elhódította, európai aranycipős is lett, és megkapta a FIFA évjátékosa díjat is, miközben a Barcelonával spanyol bajnok lett. Arról már nem is beszélve, hogy a mostani szezonban is parádézik, hiszen 13 tétmeccsen már 10 gólnál és 8 gólpassznál jár.
Ennek ellenére Jürgen Klopp a Liverpool trénere szerint játékosának Virgil van Dijknak kellene megkapnia az idei aranylabdát, mivel ha csak az elmúlt egy évet vesszük figyelembe, akkor a holland védő sokkal jobban játszott az argentin támadónál. A generációnk legjobbjának adják az aranylabdát, minden évben Lionel Messinek kellene megkapnia. Ha viszont annak adjuk, aki a legjobb volt az előző idényben, akkor az a futballista minden kétséget kizáróan Virgil van Dijk. Nem tudom, mi alapján döntenek, de én így látom. Ha minden tekintetben a legjobb játékost keressük, az Lionel, viszont a legutóbbi évad legjobbja Virgil, vélekedett a német szakember. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára.